református kollégium gimnáziumában nevelőtanár, a lányok nevelőtanára. Ezzel a szervezettel úgy kerültem kapcsolatba, hogy az édesapám, aki a Sárospataki teológiát végezte el 1931-ben, és 1908-ban született, végigélte a 20. századot. A teológiai elvégzése után a kárpátaljai területre került lelkésznek, és a II. Világháború eseményei után, amit ott úgy emlegetnek, hogy bejöttek az oroszok 1944-ben, és ősszel, és néhány év elteltével a férfiakat mind összegyűjtötték 18-tól 55 éves korig, 16 éves kortól is vittek el fiatalokat. Elsősorban az értelmiséget, és az édesapám mit került a ungvári féléves börtön kihallgatásuk után a kolimai láger telepekre, és ott raboskodott 7,5 évig, összesen 8 évig volt fogoly. És a rendszerváltás után, amikor már szabad volt erről beszélni, különböző szervezetek alakultak, elsőnek kapcsolatot a Szorakész szervezettel vettünk föl, mivel édesapámnak... Szorakész hol található? A Szorakész az budapesti központtal, a Szovjetunióban volt rabok és hadifoglyok szervezete. Az elnöke volt Mentzer Gusztáv, aki azóta sajnos már nem él, és most a leánya Mentzer Erzsébet, jelenleg országgyűlési képviselő, az elnöke. Ő édesapámmal egy lágertelepen volt, és valamennyi időt együtt töltöttek abban a, hát együtt töltöttek idézőjelben. Ő orvostan hallgató volt, mikor letartóztatták és Budapestről elvitték. Így ő volt a rabkórház orvosa, ez neki volt a legmagasabb orvosi végzettsége, a 3 év egyetemi hallgatása, tehát orvostan hallgató korában. És édesapámat egyszer halálból mentette meg, mert 36 kiló volt, mikor a kórházba került, és ott volt egy olyan 6 hónapot, plusz vitaminokat, ennyi volt a gyógyszer, és egy kicsit jobb élelmiszer, amivel megmenekült a halálból. És a Szorakész volt az első ilyen szervezet, amelyikkel... Ez mikor alakult? Én nem biztos, hogy pontosan emlékszem, de úgy tudom, hogy 1992-ben. Tehát alakult. Még a rendszerváltás előtt ez volt az első ilyen szervezet. Után, 90-ben volt rendszerváltás, ja, igen, 92-ben rendszerváltás az első, ilyen, és igen. Ez a Mentzer Guszti bácsi volt, aki felkeresett minden olyan rabtársát, akit tudott, és a igen sokban járult hozzá a Rózsás Sándor Gulág Lexikon című könyvének a szerkesztéséhez, melyben édesapámmal is van egy rövid szócikk, a könyvében is említi, és akkor ennek kapcsán találkoztunk más társszervezetek, a Recski Szövetséggel, aztán később ugyanígy lettem figyelmes, hogy megalakult itt ezelőtt 5 évvel a Gulág Kutatók Nemzetközi Társasága, amire már úgy jöttem, mint Szorakész tag, hogy itt is a kutatásban segíthessünk, és egymást segítsük ennek a történelmi korszaknak a megörökítésében, és a utókor számára átmentsük ezeket. Nehezen a indult ez a munka, hogy lehetett erről beszélni, mert nagyon sokáig nem ismertek, és még mai napig is nem nagyon mernek beszélni erről, akik ebben voltak, inkább az utódok próbálják felderíteni ezeket a történelem homályos eseményeit, és amiről nem nagyon tudnak, igen, még mindig, igen, az emberek. Azért nem tudnak. Én úgy tapasztaltam, hogy a túlélők közül, akik még élnek, vagy éltek az elmúlt években a rendszerváltást követően, voltak, akik megnyíltak és örültek, hogy elmondhatják mindaz, ami történt, azért, hogy tudjuk, mi történt, és hogy világos legyen a történelmi megítélése ennek a korszaknak, és hogy tudjanak arról a felnövekvő generációk, hogy milyen borzalmakkal járt a szocializmus és a kommunista rendszer. Voltak, akik nem beszéltek, mert vagy nem akarták újraélni ezeket az emlékeket, vagy pedig még mindig attól féltek,
hogy ebből bajuk származhat akár nekik, akár az utódaiknak, mert mikor a lágerből hazaengedték őket, akkor mindenkit azzal engedtek el, hogy erről, ami ott történt velük, nem szabad beszélni, ők különben visszaviszik ugyanoda őket. Édesapám sem sokat mondott el ezekről a borzalmakról, mert gondolom ugyanabból a megfontolásból, hogy nekünk ne okozzon kárt, de később elmondott történeteket, és a Mentzer Guszti bácsi könyvéből tudtam meg több olyan adalékot, még az édesapámról is, amit ő saját maga már nem mert el, vagy nem mondott el. Viszont úgy tapasztaltam, hogy amikor egyre több ilyen fórumot kapott ez a történet, egyre többen beszélgettek erről a témáról bátrabban, így többen nyíltak meg, és buzdítottam a diákjaimat is, hogy írják le, amit a nagyapák mondanak, nagymamák mondanak, nagyon sokan voltak a 3 éves Málenki roboton, tehát erről a vidékről, a Szerencs környékéről, ezekből a falvakból, a Donbász medencében voltak 2-3 évig, és hogy egy ilyen gyűjtő munka keretében mindazt írják össze és foglalják össze, amit a nagyszülőktől hallanak. Úgyhogy már most egyre inkább azt tapasztalom, hogy bátrabban beszélnek erről már a idősebbek is, akik még élnek és megtehetik. A Donbász medencében voltak a Hazasi János-féle MTV-s csoport, és utána pedig a Matkovics egyszerre honoráik, akik megkeresték ezeket a helyeket, ahol voltak a lágerben ezek az emberek, és sikerül tovább minden így a tanítványaimnak, hogy emlékeznek rá és tudnak róla, és az ifjúság fogékony erre? Egy része fogékony, az, akit a történelem önmagában is érdekel, meg vannak olyan gyerekek, akiknek a családi kötődésük, érintettségük van, nagyszüleik vagy valamelyik hozzátartozóik, felmenőjük révén. Ez az ifjúság egy része, ifjúságnak van egy része, amit senkivel nem foglalkozik, csak saját magával és divatos irányzatokkal, de úgy tapasztalom, hogy amikor már egy ilyen 17 éves kort elérnek, és már 20. század történelmével kezdenek foglalkozni, akkor már érdeklődőbbé válnak ez iránt, a téma iránt, és fogékonyak is. Tehát van esély, hogy az újkori történelmet a fiatalok fogják fölkutatni és megismerni. Én úgy látom, hogy van. Ez nagyon jó hír. Köszönöm a beszélgetést. Nice.